Két hete kezdődött az éhségsztrájk, két hete vagyok itt társaimmal. A mai napon az Angyalka, az MTVA által megbízott, illetve az üzemeltető Strabag Zrt. Által megbízott cég elkezdett kerítést építeni. Mi gondolták, hogy Szentestét valószínűleg Ketrecben akarjuk tölteni. Megpróbálták Ketrecbe zárni az éhségsztrájkolókat, akiknek a követelését még mindig nem teljesítették, illetve hát egyetlen egy ember vontak felelősségre végül is, akiket mi megneveztünk. A másik három, Élő Gábor két helyettese, a Hírté vagy a Duna és az MTV hírműsorért felelős két helyettes maradt, Németh Zsolt és Egerüs István és Papp Dániel hírcsaló, hírhamisító továbbra is a közéleti főszerkesztő maradhat. Velünk hivatalosan nem tárgyalnak, de mondom, kerítést próbáltok itt építeni, felhúzni, amit civil engedetlenséggel megakadályoztunk, egyszerűen két hetes éhségsztrájkolók legyengült szervezettel ugyan, de leültek egy székre, még le tudtunk ülni, és azt mondtuk, hogy nem hagyjuk azt, hogy megakadályozzák, hogy azok, akik csatlakozni akarnak ez a úgynevezett gördülő, guruló éhségsztrájkhoz, hogy azok hozzánk eljuthassanak, illetve hogy elhozhassák az ajándékaikat itt a mögöttem látható karácsonyfa alá, amit amúgy a cég tett ki ide, de hát ha már ennyire aggódnak értünk, meg annyira gondoskodnak rólunk, hogy egy karácsonyfánk is legyen, úgy gondoltuk, akkor legyen méltó ez a karácsony, ha már itt kell kint a hidegben töltenünk éhezve, és idehozhatják támogatóink az ajándékokat. A hallható zene azt a úgy gondolja az MTVA, hogy 3-4 nap óta mi csak ezt a két zeneszámot szeretnénk hallani éjjel-nappal, éjjel egy kicsit még ennél is nagyobb hangerővel. Ez, aki követte a híreket, Guantanamo-ban alkalmazott technikája volt az amerikai hadseregnek. A kínzással kapcsolatos nemzetközi egyezmények tiltják ezeket a módszereket. A lényeg az, hogy ilyesfajta monotón zenével őrületbe kergetni azokat, akit őrületbe akarnak kergetni. Mi nem őrültek vagyunk, hanem úgy gondoljuk, hogy tisztességes újságírók, tisztességes civilek, akik egyet akarnak, hogy az újságírás, a közmédia azt tegye, ami a kötelessége, pontosan, hitelesen és tárgyilagosan számoljon be az eseményekről, ne torzítsa a valóságot, ne hazudozzanak, ne hallgassák el, ami történik az országban, ne takarjanak ki se volt főbírókat, se másokat. És akik ilyet megtesznek, azoknak nincs helyük a közmédiában, azoknak távozniuk kell, amennyiben pedig vezetőik ezt nem teszik meg, akkor a vezetőknek kell távozni, mármint azt a lépést, hogy ezeket az embereket eltávolítsák. Sajnos ez még mindig nem történt meg, nem tudom, hogy minek kell történnie, esetleg valami tragédiának ahhoz, hogy megtörténjenek azok a lépések, aminek meg kell történnie.